felmerült bennem egy kérdés, ami úgy hangzik, miért nem merjük megélni önmagunkat? Ez egy olyan kérdés, amire nagyon sokféle válasz érkezhet. Én mégis belevetem magam, és elmondom, én milyen felismerésre jutottam. Vannak azok, akik nem látják még önmagukat tisztán valamilyen okból. Ezért nem tudják megélni ezt. Mivel nem is tudják, ez pontosan kicsoda, vagy micsoda. Itt előbb fontos felfedezni, kik vagyunk igazából, majd ezután elkezdhetjük megélni a felfedezett önvalót. De vannak olyan személyek is, akik már felébresztették vele a kapcsolatot, mégsem élik meg. Na ez már egy mélyebb kérdés, hogy miért történik így. Meghalljuk a hangját. Érezzük mélyen legbelül a kommunikációt vele. A vezetést az úton. Azokat a mély, megmagyarázhatatlan érzéseket, amiket egyszerűen csak érzünk, de nem tudunk rájuk logikus magyarázatot adni. Vezet minket, és tisztán mutatja, melyik út lenne a legideálisabb, a legkevésbé göröngyös számunkra. De valahogy, mintha nem bíznánk benne igazán. Megmutatja az érzelmi vezérlőrendszerünk segítségével, mi az, ami szolgál minket, és mi az, ami nagyon távol van ettől. Valamiért engedjük beszivárogni a félelmet a képbe. Hogy vajon nem-e súg helytelent az érzés? Vajon nem fogjuk-e megbánni, ha hallgatunk rá? Vajon másoknak, vagy egy bizonyos személynek akkor is jók leszünk-e, ha önmagunkat adjuk, ha őszintén megosztjuk azt, akik vagyunk, a bennünk rejlő érzéseket és gondolatokat? Vajon kimarad mellettünk, és fogad el minket, ha kimondjuk őszintén, ami bennünk van? Amikor a félelem nyer, inkább elnyomjuk önmagunkat, az igazságot, és csak a felszínt adjuk át, vagy még az sem, mivel ilyen módon biztonságosabbnak tűnik a dolog. De ez legbelül létrehoz egy kellemetlen állapotot, hiszen érezzük, hogy saját magunkkal sem vagyunk őszinték. Nem azért, mert hazudni akarunk, sőt, inkább védeni akarunk másokat, meg akarjuk védeni őket a negatív érzésektől, vagy éppen saját magunkat. De ne feledd, ha másnak hazudsz, azzal magad is becsapod, hiszen ő te pedig ő. Egyszerűen félünk önmagunk lenni, mivel érezzük, hogy ez hatalmas változást hozna el. A mai társadalomban megszokottabb hazugságban élni és elnyomni azt, akik vagyunk, mint őszintének lenni és megélni önmagunk. De miért fél az ember önmagától? Ha nem magadat adod, és felveszel egy bármilyen általad ideálisnak tartott maszkot, akkor is lesz, akinek ez nem fog tetszeni. Tehát akkor mi értelme? Így sem, és úgy sem tudsz megfelelni mindenkinek. Vajon így azzal vigasztaljuk magunkat legbelül, hogy a maszk nem tetszett nekik, amit mutattunk, nem pedig mi? Ez valamiféle önvédelmi reakció? Félünk attól, hogy az igazi énünk utasítja vissza valaki? Emiatt inkább rejtegetjük őt? Vagy félünk az erőtől, ami benne lakozik? Ismeretlen és váratlan utakra tud minket elvinni az igazság, és sokszor döntés döntést követ, és ez ijesztő tud lenni. Az ego szereti a jól megszokott dolgokat, még akkor is, ha az nagyon kényelmetlen. Legalább ismeri a helyzetet. Ameddig önmagunkat megélve váratlan, de annál csodálatosabb helyekre juthatunk el. De ehhez szükséges félretenni a félelmeket. Felfedezni, mi van bennünk őszintén, és eszerint cselekedni, még akkor is, ha ez másoknak nem biztos, hogy tetszik. Előre sosem tudhatjuk, mi fog történni, hogyan fognak mások az igazságra reagálni, a valódi, őszinte énünkre.
viszont mindenki megértemli, hogy ezt az énjét szeressék és fogadják el mások. Ne pedig egy maszkot, egy szerepet, amit mások kedvéért hoztunk létre. Bármilyen félelmetesnek is tűnik, végre elkezdhetnénk őszintén élni.